A boldogság az egy múló és illékony pillanat. Tehát nem mondom, hogy nem találkoztam még vele, de másodpercek töredéke alatt tovasszál. Úgy találkoztam vele. Szerintem... A boldogság, mint állandó állapot, azt tényleg csak úgy tudom minősíteni, hogy születési rendellenesség. Na de ki mondta, hogy a boldogság állandó állapot? Hát mert állapot? Azt mondja, valaki szokta, így mikor megkérdezed emberektől, hogy én nagyon boldog vagyok, és akkor mindig eltűnődöm, hogy de min? Minek tudsz így örülni? Fene essen bele, nem is rossz indulata. Egyszerűen tényleg az érdeklődés elementáris módon van bennem, hogy akik boldogok, az egy ilyen embert ismertem, aki folyamatosan boldog volt, és nála még talán értettem is, és nem tartottam születési rendellenességnek, ez Jászai Joli néni volt, aki tényleg folyamatosan repkedett, boldog volt, de amikor megpróbáltam vele definiáltatni, azt mondta, hagyjam ezt abba, ő így érzi magát jól, és kész, tehát nem próbáltam átvinni a túlpartra.